Szombat reggel megyénket is elérte a rendkívüli havazás, amire már napok óta figyelmeztettek a meteorológusok, bár pénteken még narancssárga riasztás volt kiadva Fejér megyére, szombatra már csak sárga riasztási fokozat volt érvényben. A csónakázótó környéke délelőtt még így nézett ki, és így késő délután Fejérváron körülbelül 5-6 centi hó hullott eddig reggel óta. A városban egyelőre nem okozott komolyabb fennakadásokat a havazás, Fejér megyében pedig nincs hó által elzárt település eddig. Menetrend szerint közlekednek a buszok is. Itt a város egyik legkritikusabb pontján, a Zámoly úton sem kellett még beavatkozni a városi hóügyeletnek, holott a hófúvás jelei már jól láthatóak. Ha a hóvastagság elérte az 5 cm-t, akkor fogjuk tudni elkezdeni az ekézést, ugye letolni a havat a burkolatról. Jelenleg a sózást azt nem tudjuk használni, ugye már nagyon hideg van, és nem is hatna a só. A vasúti közlekedésben sem okozott a megye területén egyenlőre komolyabb késéseket a hétvégi ítéletidő. Délután 10-15 perces késéssel jártak a vonatok. A legnagyobb küzdelem a váltók környékén zajlik, hiszen azok állítását nehezíti a hóesés, a szél pedig a letakarítás után is újra és újra visszahordja a havat. Mindeközben már egy halálos áldozata is van a hétvégi zordidőnek. Szombat hajnalban egy 84 éves asszony fagyott halálra. A kórházba szállítását követően már nem sikerült megmenteniük az orvosoknak. Egy újságkihordó talált rá a hölgyre hajnali 5 órakor a saját háza előtt az utcán fekve. Amikor rátalált az újságkihordó az asszonyra, akkor még életben volt, és azonnal mentőt hívott hozzá, akik beszállították a kórház intenzív osztályára. Ott mintegy 3/4 órán keresztül küzdöttek az életéért, azonban sajnos életét vesztette az idős asszony. Az időjósok szerint évfélig a hóréteg vastagsága Fejér megyében elérheti a 10-15 cm-t. A rendvédelmi szervek és a székesfehérvári városgondnokság egyaránt arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki a szokásosnál is jobban figyeljen oda a környezetében élőkre, illetve csak akkor mozduljon ki otthonából, ha az feltétlenül szükséges.